A Székesfehérvári Egyházmegyében idén is 6 alkalommal tartanak összegyházmegyei papírekollekciót. A találkozó minden alkalommal a Székesegyházban kezdődik szentségimádással, majd a Szent István Művelődési Házban folytatódik előadásokkal. Spányi Antal megyéspüspök dr. Rókai Zoltán professzort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető tanárát kérte fel az idei továbbképzés megtartására. A tematikus évek azok a mi kemény nyakuságunk miatt voltak, hogy aki egyébként nem tájékozódna az üdvtörténetben és az üdvösség esztendeiben, annak egy segítség legyen, hogy mire helyezze a hangsúlyt, de függetlenül attól, hogy a Szent Atya meghirdette valamilyen tematikus évet, tulajdonképpen minden liturgikus évnek, sőt az egyház és az egyes hívő keresztény, így a papok egész évének és életének a témája az a mennyek országa, illetve Isten országa. A Szent Atya idén nem hirdetett tematikus évet, ezért a papi találkozókon az egyház liturgiája kerül előtérbe, amely egész évben az Isten örök országára, a mennybe jutásra fókuszál, és ez mindig aktuális, mondta el a professzor. Szent Máté, ahol nem került el a figyelmét, ott módosítja mennyek országára, hogy a címzettjeinek, akik irtóztak attól is, hogy Isten nevét esetleg is hiába kimondják, akkor ő mennyek országának nevezi, és ez minden liturgikus évnek a témája, ez bontakozik ki az egyház egész liturgikus évében, kellene, hogy kibontakozzon az egész évében, és az egyes hívők, így a papok életében is. A tavasz és őszi rekollekciók után a záró esemény egy adventi decemberi találkozó lesz. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a papok számára a közös ima mellett a gyónásra, elmélkedésre, a személyes kapcsolatok ápolására is. Egész éven át Isten országáról beszélünk Jézus Krisztussal együtt és az ő megbízásából.